az ujjunkkal érezni fogjuk azt a kis domborulatot, hogyha ott van a kullancs. Persze csak akkor, ha már megszívta magát. Jakab Ferenc szekszárdi állatorvoshoz naponta több tucat kutyát hoznak, főként azért, hogy beoltassák őket a kullancsok által terjesztett betegségek ellen. A négylábúak leggyakrabban a babeziózisban, más néven kutyamaláriában szenvednek. Ha a kullancs megfertőzi őket, ilyenkor fáradékonyabbak, levertebbek az ebek, és ha nem kezelik ki őket rendesen, akkor el is pusztulhatnak. Szakértők szerint ma már nehezebb megfelelően védekezni, mert az apró állatok egyre immunisabbak a szerek ellen. Bizonyos rezisztencia minden parazitában kialakul az őket ölő szerekkel szemben, de a gyakorlatban azok a szerek, amelyek a piacon léteznek, működő szerek. Általában a hatástalanság, hogyha nagyon jól megnézzük, akkor mindig az alkalmazási problémákra vezethető vissza. Ami azt jelenti, hogy az állatok gazdái nem megfelelően használják a szereket, így azok nem tudják kellő mértékben kifejteni hatásukat. Az állatorvos elmondta, kullancs csípésben idén eddig egy kutya pusztult el. Sranc Róbert házi orvost is több páciense keresi, hogy beoltatná magát. Agyhártyagyulladás és Lyme-kór, ezt a két betegséget kaphatja el valaki a kullancsoktól. Mind a kettőre sajnos van példa Magyarországon, méghozzá egyre emelkedő tendenciát észlelünk, elsősorban a déli-délnyugati megyékben. Sranc Róbert azt mondta, ha valaki például Lyme-kóros lesz, akkor ez egy erős antibiotikumos kezeléssel gyógyítható. A szakértők felhívják a figyelmet, bárki, aki a természetben jár, egy séta után azonnal vizsgálja át magát.